Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai alkalommal kreatív alkotásra invitáljuk Önöket, majd tökölünk egy kicsit. Szó lesz a jövő szakmáiról és a mellrák elleni küzdelem fontosságáról is. Tartsanak velünk! Alkotónapot tartott a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Hogy milyen szakmák rejtelmeibe vezették be az érdeklődőket, az a következő percekben kiderül. Egyesületünk úgy döntött, hogy most decemberig, tehát karácsonyig, minden hónapban egy péntek délután jönnek a kézművesek, és mutatjuk, hogy mit, hogyan csinálunk. Tehát aki bejön érdeklődő, megnézheti ezt a tulajdonképpen mesterségbemutatót, vagy csatlakozik hozzánk, tehát hogyha szükséges, akkor alapanyagot adunk, kipróbálhatja ezeket a mesterségeket. A mai alkalommal milyen mesterségekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők? Hát akkor így most megyek sorba csipkeveréssel, fonalmunkával, bőrös foglalkozás, gyöngyfűzés, szövés, fafaragás, üvegékszer készítés. Ezeknek a foglalkozásoknak, meg egyáltalán a kézművességnek milyen szerepe van, vagy milyen célja van? Akik eljönnek, azokkal pont ezt az alkotás örömét próbáljuk megismertetni, hogy nem csak a szabadidő hasznos eltöltése ez, hanem ad egy olyan belső örömet, vagy egy olyan megnyugvást, vagy egy relaxálós folyamat, amit mi most kínálunk azoknak, akik eljönnek ide, és vegyenek részt benne. Akik csatlakoztak a rendezvényhez, vidám környezetben tapasztalhatták meg az alkotás örömét. Hillár Szatmári Tünde kihasználva a rendelkezésre álló szabad idejét érkezett az alkotónapra. Mint mondja, már korábban kinézte magának a programot. A fiatal édesanya két kisfiára gondolva legelőször színes fonalak felhasználásával papírkörtébe bújtatott dekoratív fonalkukacokat készített. Hogy érzed ezt a technikát? Nehéz elkészíteni? Hát az elején nehéz volt ráérezni, aztán hogyha sikerült megértenem jól a magyarázatot, utána már belejöttem, és akkor ezt a két kukacot sikerült csinálnom, úgyhogy örülök, hogy sikerült megtanulnom, amíg oviba és suliba vannak, még lehet, hogy délután őket is elhozom, és együtt is megpróbáljuk, de mondom, biztos, amíg biztos, megcsinálok kettőt, aztán még ők is csinálhatnak. Ugye mondtad, hogy a gyerekek oviba, iskolába vannak, gondolom ezért is jöttél egy kis én idő, ez most neked? Igen, pontosan. Gyerekkoromban nagyon sokat kézműveskedtem, sokfajta technikát kipróbáltam, de ez kicsit háttérbe szorult az utóbbi években, és olvastam ezt a kézműves napot, és mondom, akkor egy kicsit, ha éppen ráérek, akkor én idő valóban. A fonalkukacok elkészítéséhez bármilyen maradék fonalat felhasználhatunk. Minél színesebb alapanyagokból dolgozunk, a végeredmény annál izgalmasabb lesz. Ennek az a lényege, hogy maradék fonalakból is meg tudjuk csinálni, a kezünkön csináljuk meg, tehát nem kell külön szerszám. Ez a népi körmöcskének a kiváltása kézen. Ha gondolják, akkor meg is tudom esetleg mutatni, hogy készül, hogyha több fonalat összefogunk, és akkor így az két ujjunkon meg tudjuk csinálni, és ha így megyünk tovább, akkor fogjuk megkapni ezt a négyszögletes alakot, és ez tulajdonképpen egy szálból egy négyszögletes alak lesz, és csak én most kigondoltam, hogy ősz van, és ősszel szoktuk tudatosulni azzal, hogy a kukacok benne vannak a gyümölcsökbe, és én azért találtam most ezt ki, úgyhogy nálam az ablakokba és az ajtón is ezek szerepelnek az idén. Aki a fonaltechnika egy bonyolultabb változatára volt kíváncsi, annak lehetősége nyílt belekóstolni a csipkeverés első látásra semmiképpen sem egyszerű technikájába is. Nagyon különleges technikát látok itt magam előtt. Mi készül? Ez egy vercsipke, ami készül. Egy új stílusú karcagi szalagcsipke, ez a hivatalos meghatározása ennek a munkának, amit én most itt csinálok. Mi ennek a különlegessége? Hát annyira különlegesnek ezt nem nevezném. Tehát ez az a csipke, amit egy alaptudással el lehet készíteni,
és hát elhoztam ezt most megmutatni, számítva arra, hogy esetleg valaki érdeklődik, és ugye most az idén elindult a csipke szakkör, és igazából azt szeretném ezzel most itt bemutatni, hogy egy ilyen alaptudással, ami a szakkörbe elsajátítható, ez a munka már elkészülhet. Tehát, hogy egy kis kedvet csináljak az érdeklődőknek. Akárhogy is nézem, ez nekem nagyon bonyolultnak és összetettnek tűnik. Gyönyörű, szó se róla. Mennyi ideig tanulta a csipkeverést? Elég hamar meg tudtam tanulni. Egyébként szerintem egy 30 órás tanfolyam alatt az alapokat meg lehet tanulni, és akkor onnantól a csillagos égig lehet fejlődni, mert hát nagyon sokféle csipke van. Ezeket az alap készségeket nagyon magas szintre lehet fejleszteni, és minden csipke más, tehát minden csipkében van egy kis csavar, amit azért ahhoz meg kell tanulni. Miket lehet készíteni? Hát ugye a csipkének az elsődleges szerepe az a díszítő szerepe, és csak az új stílusú csipkék állnak önmagukban, mert a régi csipkék azok mindig textilen jelennek meg, tehát valamire fel vannak varva, vagy ruhára, vagy lakásdíszre, terítőkre, igazából a csipkének ez az igazi funkciója. Miért ezt a mesterséget választotta? Hát ez most nagyon furcsa lesz, amit fogok mondani, mert hogy befér egy fiókba. Ami elkészül, az is befér egy fiókba, meg a felszerelés is befér egy fiókba. Amikor én ezt választottam, olyanok voltak a körülményeim, hogy muszáj volt valamit csinálni, és különlegeset szerettem volna, és ez a, amit az előbb mondtam, ez volt a harmadik szempont, hogy férjen be egy fiókba, és akkor hát ez a csipke lett. A finom nőies témák mellett természetesen férfiaknak való kézműves technika is szerepelt az alkotónap repertoárjában. A fafaragás mesterségének szépségei Bevarga Csaba segítségével mélyedhettek el az erőskező érdeklődők. Tulipán mintát készítek, ez egy korábban említettem asztali szalvétatartó lesz, és a mintája egy kicsit hatásvadász, nagyon egyszerű, de az áttört jellege miatt mégis egy kicsit rafinált, úgyhogy ha mögé teszünk majd egy színes szalvétát, akkor szépen mutat a kettő együtt. A felületét megdíszítem, hogy ne legyen nagyon unalmas. Ha kívülről megtekintjük, akkor legeltethessük a szemünket rajta. Milyen fából készül? Cseresznyefából készítettem, és hát egyszer majd csak készen lesz. Mióta faragan? Ha dátum szerint kérdezi, akkor 1975-öt tudnám megnevezni. Akkor vittem le a lányomat a játszótérre, és ő homokozott, én pedig faragtam közbe. De hát gyerekkoromban is voltak már azért ilyen indítatások. Az én egyik nagyapám Schuster volt, és a műhelye az egy varázslatos hely volt, a másik nagyapám vasutas volt. És amikor ráért, akkor kalotaszegi mintákat faragott, úgyhogy sötétre pácolta a fának a felületét, és ilyen ékrovás jellegű mintákat csinált. Hát ez a két hatás volt, amiről azt mondhatom, hogy egy kicsit segítette a faragás felé való irányultságomat. De én igazából minden akartam lenni, katonától kezdve a vegyészig. Miért a fa mellett döntött végül is? Ez volt a legkönnyebben elérhető. Ez nem kell olyan műhely, mint egy ötvös műhelyhez. Tehát nem kell láng, nem kell fém megmunkáló lehetőség, viszonylag egyszerűbb megszerezni az alapanyagot is. Meg aztán a barátaim között többen faragtunk, elmentünk táborba, játszóteret készítettünk, könnyen megmunkálható, aztán később kiderült, hogy nem is olyan egyszerű a dolog, mert ugye stílus problémák vannak, de szeretem csinálni. Mi adja a szakma szépségét? Nehéz erre egy szóval válaszolni, talán az alkotás öröme. Az, hogy meg tudom csinálni azt, amit elgondoltam, az, hogy örömet szerzek vele másoknak, az, hogy tanítani tudok fiatalokat, ha érdeklődnek, az úgy együtt mind.
A Fehérvári Kézművesek Egyesületének szervezésében soha annyi szakkör nem indult még, mint idén szeptemberben. 10 mesterség csinyát-binyát ismerhetik meg a vállalkozó szellemű kézműveskedni vágyók. Így, aki az alkotónapon kedvet kapott valamelyik foglalkozáshoz, a későbbiekben is van lehetősége folytatni a tanulást. A szakkörök részleteiről az Egyesület online felületein lehet tájékozódni. Tökreszállás volt a Velencei tavon. A tökös családi programot már másodjára szervezték meg a tóparton. Hú, de hideg te! Újra vízre szálltak a Velencei tavon az óriás tökök. A tóparti strandon idén rendezték meg másodszorra a Velencei tavi tökreszállást. A látványos, együttesen több mint másfél tonnát nyomó tököket a szakszerű vízbeemelést követően faragták ki, mindössze 10 perc alatt. A tökevezés egyik kezdeményezője, maga is töktermelő, aki a termesztési szezont egy ilyen közös örömünneppel szerette volna zárni. FESCO kiengedés jelleggel történik ez a kis projekt. Igazából nemzetközi szinten láttuk azt, hogy tényleg szezonnak vége van, akkor nagyon örülnek nekik az gazdák, hogy itt-ott meg tudják mutogatni őket, versenyeken, stb. És mi láttuk azt, hogy van egy ilyen alternatív, kicsit bohóckodás jellegű dolog, és 2 éve tényleg kipróbáltuk először. Itt a Velencei tónál, tóparti strandon, Áninél nagyon jó alternatívát kaptunk, mint helyszín, úgyhogy most megint visszatértünk, és ismételten megpróbáljuk ezt a kis bohóckodást is saját magunk, meg a nézőközönség részére végrehajtani. Vízben váljátok ki ők? Van, ami a vízben, van, ami a szárazföldön. Ugye az óriástőknek a belső terében van egy olyan légbuborék, ami szétfeszíti az egész húsz szerkezetet. Gyakorlatilag ennek a felszíne, hogyha le van véve, ez gyakorlatilag igazából evezhető, csónakázható. Sose süllyedtetek még el? Még nem. Remélem most sem fogunk. Hány ember fér el egy ilyen tökben? Igazából egy fő. De nagy gigantikus példányokban azért lehet, hogy 2 fő is maximum elfér, de általában úgy szokott történni, hogy saját gazda, saját termesztett tökével akkor vízre száll, és akkor tényleg szórakoztatja önmagát, a csapatot, a közönséget. Igazából erről szól. Az óriás tök úsztatás nem csak az extrém látványosság miatt volt érdekes, hanem azért is, mert a program családoknak szólt. Arcfestéssel és különböző tökös finomságokkal, például sütőtökös lángossal is készült a strand, hogy minél színesebb és interaktívabb legyen a tóparti délelőtt, sőt a gyerekek saját töklámpást is faraghattak. Itt kifaraghatják a töklámpásaikat, illetve kézműves foglalkozásokat is tartunk, mert vannak még kisebbek, akiknek ez nehézséget okoz, de ők sem maradjanak ki a tökös mulatságokból, úgyhogy kollégák segítenek mindenféle kézműves foglalkozásban, van arcfestés, különböző tökös finomságokat lehet megkóstolni, készültünk tökös lángossal, ez 2 éve is nagy siker volt, illetve hát természetesen az elmaradhatatlan sütőtök, krém, leves, vagy pirított tökmaggal, vagy pirított békönnel. Mindeközben az óriás tökök is elkészültek, a faragás után pedig a vízre szállás következett, a programra érkező családok legnagyobb örömére. Videójáték készítő startupper, 3D nyomtatás specialista és még számos ma ismeretlenül hangzó szakmával ismerkedtettek meg azok az általános iskolások, akik ellátogattak a STEAM munkák a jövőbe pályaorientációs napra a Titkok házába. Ugatós robotkutya, mikroszkópok és számos jövőbe mutató érdekesség várta kedden a Titkok házába érkező 7 vezéres fiatalokat. A pályaorientációs napon most születő szakmákkal ismerkedhettek a diákok egy-egy szakértő segítségével. Az eseményen az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki kara is képviseltette magát, ahol kiemelten fontos, hogy a jövő mérnökei napra kész tudást kapjanak. Hogy olcsón meg lehessen építeni, és hogy mesterséges intelligencia alkalmazásokat lehessen rajtam tanulni és kipróbálni.
különböző olyan szakmák, amelyeket magyarul még nevük sincsen, és reményeink szerint mindenképpen olyan jövőt jelent a hallgatóknak, amiben önmagukat meghatározni képesek lesznek néhány tíz éven, de néhány éven belül is akár. Olyan dolgok, amelyek a már most lévő szakmák ötvözeteként fogalmazható meg, tehát amit most több ember lát el egy-egy vállalatnál, azt a végzett mérnökök egy emberként fogják jövőben megvalósítani. Csökken az élőhely, csökken a tiszta víz, levegő, talaj. Ebben a teremben a diákok a környezetmérnök szakmát ismerhették meg, de a robotika, drónfejlesztés, a 3D nyomtatás, de még a videójátékok is terítékre kerültek. Megtudhatták a fiatalok, hogyan alkalmazhatók ezek a területek egy-egy munkakörben. A különleges kiállítás résztvevőit Cserpakovics András köszöntötte, aki azt mondta, a mai generációt képességekkel, készségekkel kell felruházni ahhoz, hogy majd irányítani, befolyásolni tudják a jövőt. Sokszor és joggal mondjuk el azt, hogy azok a fiatalok, akik ma az iskola rendszerben nevelődnek, tanulnak, azokat úgy kell fölkészítenünk a nagybetűs életre, hogy nagyon sok olyan munkakört fognak betölteni, ami ma még egyáltalán nem létezik. Sőt, olyanok is vannak közöttük, amire szerintem ma még nem is gondolunk. Tehát a készségekkel, a képességekkel kell őket felruházni, hogy majd alkalmazkodni tudjanak, sőt, irányítani, befolyásolni ezt a bizonyos jövőt, és hogy mik lehetnek ezek a jövő munkahelyei és munkakörei, erről szól ez a mai pályaorientációs nap itt a Titkok házába. Nagyon sokféle dolog jelenik meg, majd a robotika, a drónfejlesztés és annak használatához kapcsolódó lehetséges munkakörök, de megjelenik például a környezetvédelem, amelyik nyilván a klímavédelemmel összefüggésben, ahogy ennek a hangsúlyossága nő, úgy biztos, hogy a másik oldalon a képzett munkaerőre is egyre nagyobb szükség lesz ezen a területen is, ezt mi is városként is tapasztaljuk. Egy biztos, hogy a 21. századi világ ma a legkorszerűbbnek tekinthető technológiája itt van a városban, ez folyamatosan bővül, és ezért nagyon fontos, hogy azok a cégek, ahol ezek vannak, azok eljönnek, és a fiatalokat tájékoztatják. Szerintem robot, szerintem drón, szerintem klíma és környezetvédelem, ezek olyan hívó szavak, amik ma a fiatalokat megmozgatják, megszólítják. Jó lenne, hogyha közelebb tudnánk őket ahhoz segíteni, hogy ez konkrét pályákat is megtalálják. És persze, ha lehet, akkor tegyék mindezt itt Székesfehérváron. A kiállításnak otthont adó Titkokháza a megnyitás óta közel 11 000 gyereket szólított meg valamilyen foglalkozási formában. Zugor Zsuzsanna, az ECHO innovációs műhely elnöke vallja, az ilyen és hasonló foglalkozásokra nagy szükség van, hiszen a technika fejlődése felgyorsult. A digitalizáció, robotizáció következtében sok olyan új szakma lesz, melyekről a most iskolás fiatalok nem is tudnak. Amióta megnyitottuk a Titkok házát, közel 11 000 diákot, tanulót értünk el, valamilyen foglalkozási formába vontunk be. Hogy miért van szükség pályorientációs kiállításra, azt gondolom, hogy mivel a technika fejlődés felgyorsult, a digitalizáció, robotizáció fejlődésének következtében nagyon sok olyan új szakma lesz, amit a most iskolában menő gyerekek még nem is tanulnak, nem is tudnak róla. McKinsey-nek volt most 2021 májusában egy friss felmérése, 8 országban azt vizsgálta, hogy milyen lesz a jövő munkahelye, mi várható, és ebben a 8 országban azt prognosztizálta, hogy körülbelül 100 millió embernek kell új munkát választani, olyan munkát, amiről még nem is tudunk, hogy létezik. Ugye a koronavírus járvány felgyorsította ezeket a folyamatokat, és 2030-ra azt becsülik a szakértők, hogy körülbelül 12%-ának kell az embereknek új munkát választania. Ezért a mai pályorientációs kiállítással szeretnénk az új születő szakmánkat bemutatni a fiataloknak, tanulóknak. A pályaorientációs napon a szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy az egész életen át tartó tanulás soha nem volt olyan fontos, mint napjainkban. Köszönöm, hogy meghallgattatok! Október a mellrák hónapja. Székesfehérváron ezúttal is megrendezték a szokásos figyelemfelhívó rózsaszín lufis sétát, melyet ezúttal nőgyógyászati szűrőprogramokkal egészített ki az egészségfejlesztési iroda. Nőgyógyászati szűrőnappal és hagyományos közös sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, a megelőzés fontosságára október első szombatján a belvárosban.
Magyarországon évente körülbelül 5-6 ezer új emlőrákos beteget diagnosztizálnak, és nagyjából 2000 nő hal bele a betegségbe. Az elváltozás az 50-65 év közötti hölgyeknél a leggyakoribb, de érinti a fiatalabbakat is. A korai diagnózis nagyban elősegíti a hatékony kezelést, a gyógyulást, ezért nagyon fontos a mammográfiás szűrés és az önvizsgálat. Éppen erre hívják fel a figyelmet Székesfehérváron az országalmától induló sétával. 2020-ban a pandémia miatt nem lehetett megrendezni a közös merrák elleni sétát. Idén azonban igen, és sokan gondolták úgy, hogy csatlakoznak az országalmától induló sétához. Ez a 13. séta, amit szervezünk, és azt kell mondjam, hogy az első séták után Székesfehérváron a megjelenés, a szűrővizsgálatokon való részvétel az meredeken emelkedett. És akkor így volt ez egy darabig, optimális állapotban, és aztán valahogy itt a Covid járvánnyal minden kezd egy kicsit visszaromlani, és nagyon félek tőle, hogy ennek következménye lesz az elkövetkezendő években. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha most új lendülettel, újra még inkább sikerülne felhívnunk a figyelmet, hogy nem csak a Covid-dal kell foglalkozni, hanem vannak még más dolgok is, amivel felelősséggel tartozunk saját magunknak. Szeretjük a hölgyeket, és nagyon sokkal tartozunk nekik. A szeretet mellett a odafigyeléssel is, a gondoskodással is, a figyelemfelhívással is, és a támogatással is, hogyha arra szükség van. Ez egy nagyon szép és fontos kezdeményezés évről évre, hogy van egy nap, amikor ezt hölgy és úr egyaránt megélheti, és a merrák ellen a prevencióra való figyelemfelhívás érdekében van egy séta, ahol eljöttek fiatalabbak, kicsit régebb óta fiatalok, hölgyek, urak, sportolók, nyugdíjas klubok, nagyon sokféle közösség, hogy együtt kiálljon egy ügy mellett. Halom Bori, a Merrák Info Egyesület alapítója és országos vezetője még 2012-ben volt beteg, de szerencsésen nagy harc árán túlélte azt. Vallja, hogy aki időt nyer, az életet nyer. Tehát aki időben elmegy az orvoshoz, az igenis túlélheti a betegséget. Sajnos ezt még mindig nem teszik meg elegen. Magyarországon még mindig csak a 40%-a jár el a nőknek az ingyenes szűrővizsgálatra, amit 45 és 65 éves kor között kapnak a nők. És én úgy gondolom, hogy amíg ez a szám ez nem kúszik föl legalább 80%-ra, addig igenis erről kell beszélni, és nem csak októberben, hanem egész évben. És sokszor megkapom, hogy jövök én ezzel a pinkeskedéssel minden októberben. Üzenem innen mindenkinek, hogy addig fogok pinkeskedni, amíg ez a szám ez nem fog nőni, és nem fog csökkenni a halálozás száma, ami sajnos még igen magas, mert 2000 nőt veszítünk el évente emiatt a betegség miatt. Ami ha időben felfedezik, magyarul eljárunk szűrésre és figyelünk magunkra, akkor nagyon magas arányba gyógyítható. A szörnyű korral sikerrel megküzdő Kovács Szilvia, az esemény házigazdája, kiemelte, ez a séta nem azoknak szól, akik eljöttek, sokkal inkább azoknak, akik nem. Hiszen ahogy a Fehérvár TV műsorvezetője is elmondta, még mindig nagyon kevesen mennek el. Nagyjából, ahogy hallhattuk, az érintett korosztály egynegyede a szűrőnapokra, szűrővizsgálatokra. Különösen nagy jelentősége van ennek a sétának azért, mert még mielőtt 6 évvel ezelőtt, illetve korábban is már csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez, mert édesanyám is átesett ezen a betegségen, és 6 éve minden évben én is itt vagyok, általában háziasszonykodom, és mindig elmondom a gondolataimat én is mások mellett arról, hogy mennyire fontos az, hogy részt vegyünk a szűrővizsgálatokon, és igazából ez az alkalom nem is azoknak szól, akik itt vannak, hanem azok, akikért tesszük ezt, vagy azok, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk. A rózsaszín séta a Fő utca, Ady Endre utca, Liszt Ferenc utca útvonalon tért vissza a Városház térre. Ez volt már az Együtt magazin, jövő héten is érdekes témákkal készülünk önöknek. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!